A verseny névadójának csak nem 30 perces zongora ötöséből adott elő részletet a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Karának egyik csapata a 16. országos Dohnányi Ernő Kamarazene találkozón. A civis város képviselői heteken át készültek a megmérettetésre, hogy a 142 éve született zeneszerző karmester alkotásával méltó módon színpadra léphessenek. Rengeteget készültünk rá, tehát ez egy nagyon komoly mű. Ezért is vállaltunk csak egy tételt, mert egyébként ez egy 25 perces mű legalább, tehát nagyon-nagyon hosszú. Viszont minden pillanatát élveztük, minden héten próbáltunk, ahogy kellett, volt, hogy heti kétszer összeültünk. A kétnapos eseményre felsőfokú zeneművészeti intézmények hallgatói jelentkezhettek. A találkozóra 5 intézményből érkeztek zenészek, így 16 csapat 46 versenyzője mérettette meg magát. Az elmúlt évekhez képest meghatározó változás volt, hogy már nem csak vonós, illetve zongorás kamarazenei formációkkal jelentkezhettek a hallgatók. Az eddigiekhez képest jelentős változás az, hogy most már a fafúós zongorás kamarazenét is beemeltük a programba. Korábban ez vegyes kamara műfajban azt jelentett, hogy vonósok és fúvósok játszhattak együtt, egyébként pedig döntő többségében tisztán vonós vagy tisztán zongorás vonós kamarazenőről beszélhettünk. A jelek szerint úgy látszik, hogy ez folytatható lesz. A hallgatókból álló csoportok többek között Beethoven, Mozart, Debussy, valamint Schubert klasszikusaival igyekeztek elnyerni a 3 tagú szakmai zsűri tetszését.